A Táncsics körút 19 számú óvodában is elkezdődött a 2021-es év. A részletekről Kunné Nánási Mónikával beszélgettünk. Az óvoda teljes létszámmal nyitott január 4-én. Szerencsére elmondhatom, hogy az óvodánk teljes létszámmal nyitott január 4-én, amikor újra megkezdtük a tanévnevelési évünket. Úgyhogy minden csoportban egy-két hiányzó gyermekünk van, és minden dolgozóm itt van velünk. A következő nagy programjuk a farsang lesz, amire már készülnek. Ezt szülők jelenléte nélkül tartják, de fotókat készítenek nekik a zárt csoportjukba. Természetesen a pedagógiai programunkban meghatározott ünnepeinket továbbra is megszervezzük az óvodánkban. A következő nagy rendezvényünk, ugye majd programunk a farsang lesz, amelyre már készülnek minden csoportban a gyermekek is, az óvónénik. Sajnos ezt most szülők jelenléte nélkül tudjuk megszervezni, hiszen a jelenlegi járványügyi helyzet még nem engedi, hogy őket is beengedjük az óvodánkba, de a programokról felvétel készül, fényképek, videófelvételek, és ezt pedig közvetesszük a szülőknek, hogy valamilyen formában ők is részesei lehessenek. A ráhangolódás időszakában kézműveskedés, állarc és jelmezkészítés zajlik. Ilyenkor minden olyan kézműves tevékenységet beterveznek a kolléganőim, amelyek a farsangi hangulatra készítik fel a gyerekeket. Állarcokat készítenek, dekorációkat. Lehetőség van csoportjainkban arra is, hogy a szülők készítsenek otthon a gyermekeikkel, és azt esetleg behozzák hozzánk ide az óvodába, és akkor itt bent a csoport megtekinthetik közösen. És természetesen lesz olyan farsangi délelőttünk is, zárt körben, ahol a kis jelmezeikbe beöltözhetnek a gyermekek. A tevékenységeket ugyanúgy megvalósítják, ahogy azt a vírusmentes időszakban tették. Én azt gondolom, hogy elég jól alkalmazkodtunk a jelenlegi helyzethez, illetve alkalmazkodtak a kolléganőim. Ugyanúgy próbáljuk szervezni a mindennapjainkat, mint a vírus helyzet előtt, tehát a tevékenységeket ugyanúgy megvalósítják a kolléganőim. Kezdetben az alacsony gyermeklétszám volt, ami nehézséget okozott, de már most hála Istennek, ahogy mondtam az elején is, egyre nagyobb létszámban vannak jelen a gyermekek, és így egyre könnyebb. Az iskolába menő gyerekekkel a három tehetségműhelyben külön is foglalkoznak. 58 gyermek megy ősszel iskolába, akikkel még van idő foglalkozniuk, erősíteni készségeiket az óvodapedagógusoknak. A tehetségműhelyeink működnek továbbra is, ugyanúgy, ahogy az elmúlt években működtek. Most is három tehetség területen működnek tehetséggondozó műhelyek, és igen, a nagy csoportban kiemelt feladat az, hogy a gyermekeket minél inkább felkészítsük, illetve kihozzuk belőlük azt a maximális képességet, amivel elkezdhetik majd szeptemberben az iskolai éveiket. 54 tanköteles korú gyermekünk van, és mindannyian azt várjuk, hogy elkezdjék szeptemberben az iskolát. Az óvodai beiratás még nem tudni, hogyan zajlik. A vezető reméli, hogy személyesen tudnak majd találkozni a gyerekekkel és a szüleikkel. Várhatóan a május végi pünkösdi rendezvényre a szülőket is beengedhetik majd az óvoda udvarára, hogy közösen ünnepeljenek. Nagyon bízunk benne mi is, hogy azért előbb-utóbb tavasz környékén már egy picit engednek majd ezek a szigorítások, amik jelen pillanatban meghatározzák a mindennapjainkat, és ha szerencsénk lesz, és minden úgy alakul, ahogy mi szeretnénk, akkor május végén szeretnénk olyan pünkösdi műsort tartani, ahol legalább minden gyermekhez egy felnőttet be tudunk engedni, és akkor közösen tudjuk megünnepelni a tavasz létét.